Remélem, hogy bejutok a döntőbe. Béla Bonyhádról érkezett a fogyatékkal élő diákok regionális atlétika versenyére. Itt már nagy a tét, hiszen a legjobbak az országos döntőre jutnak. A futóversenyt, a dobó, a labdakisajítás, meg a távolugrás. A csípős hideg ellenére a gyerekek lelkesen várták, hogy sorra kerüljenek. Ricsi egykor csoporttal lejjebb versenyez, mint bátyja. Futni is fogok, távolugrálni is fogok. Dobozni fogok. A mozgásnak már születéstől fogva nagy szerepe van a fejlődésben. Sok gyerek küzd tanulási zavarral, tanulási nehézséggel. Mozgással ezen is sokat lehet javítani. Szekszárdról 4, Bonyhádról 3, Iregszemcséről pedig egy tanuló érkezett a regionális atlétikai döntőre. A tanulók nagyon szeretik nem csak az atlétikát, hanem az összes sportágat, tehát akár a kézilabdáról beszélünk, a fociról, a terematlétikáról, a zsinórlabdáról, asztali teniszről. Minden sportot nagyon szeretnek, ugye nekik ez az egyetlen kiugrási pont szinte, és szinte minden tanulót nagyon könnyű motiválni a sporttal. Baranya megyét a pécsi Éltes Mátyás, valamint a komlói és a szentlőrinci egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény és a vajszlói iskola tanulói képviselték. Bíborka Komlóról érkezett, erre az alkalomra szöges cipőt is kapott. Hú, én nagyon sokat várok, és én nagyon szeretek távolt ugrani, és én alig várom. Pécsről egy tanuló jutott a regionális fordulóra, ő 100 méteres síkfutásban és kislabdahajításban versenyzett. Lelkes, kicsit izgul inkább, én úgy fogalmaznék, hogy inkább az izgulás az elviszi a lelkesedést. A regionális fordulóról csak az első helyezettek jutottak az országos döntőre.